Igen. Egyenlít a MOL Fehérvár Kodró büntetőjével. Teszi Makarenko. Megint a lágy ívelés. Kodró felé, ott a gól. Kodró két gólos. 79. perc, vezet a MOL Fehérvár. Nagyon érzi ezt a játékot. Kodró és Grófról bepattan. Kiegyenlít a Fehérvár. Róla pattan a léc alá. Középre lövi Kodró. Szétszakadván a középpálya, 5-4-ben jön a Fehérvár. Kodró jól veszi észre Petriakot, és Petriak belövi. És ő is a második találatát jegyzi. Itt lehet látni létszámfölényben a fehérváriak. Szappanos csak hozzáérni tud a labda. Középütt Kodró, és most Kodró belövi. Petriak megfutja az oldalt, Sajbán mellett jön a labda. Oda kerül a labda Kodró elé, és egy jó lövés, óriási gól! Itt a labdaszerzés, Szendreit kell megdicsérni. Ott két védő is tisztázhatna, de egyiknek sem sikerül. Kodró pedig bevarja. Az első kettő bement. Ez is bent van. Ember hátrányban, megint megszerzi a vezetést a MOL Fehérvár FC. A harmadik 11-est sem sikerül hárítaniuk. Visszatáncol Hangya, a hosszú ketten kéri Kodró! 3-1 a fehérváriaknak. Két gólt lőnek ember hátrányban. Két Kodró gól. Hát ezt most innen meg nem mondom. Egy vonalnak tűnt. Ez biztos, hogy nem lesz. Nájcselt kifelé, Dárdai emeli be aztán, és Kodró gólt fejel. Fejezet a Fehérvár. Kodró az MTK mumusa. És itt eléggé zavarodott ugye ez az oldala az MTK-nak. Ez a jobb oldal. Dárdai nagyon... Petriak. Stoppira fejel, az helyzet és gól! Eddig kellett várni a fehérvári találatra. Ki más, mint Kodró? Hát azt mondtam, hogy az első gólig lesz nehéz ez a mérkőzés, az az első gól megszületik. Stoppira remekül fejelte tovább a labdát. Petriak be... Az ellenfélbe Kodró megtartja, megjátsza, Cui bal lábára teszi, és ellövi, gól! Mindenképpen a bal lábára szeretné tenni a labdát Cúj. Játékos legyen, közben Kodró kapja a labdát, akkor nem gondolta volna, hogy fog majd az élvonalban játszani. Nikolic közben! Vezet a Fehérvár, már a második percben. Itt az Elatriák Négó cselezget. Kodró! Gól! 4-3 a Fehérvárnak a 80. percben. Nikolic teszi ki oldalra, Négó addig térül, fordul, amíg megadja a meccsen a harmadik gólpasszát is. Indítás, ez még akár jó is lehet, beteszi Négó, ott a gól! Vezet a MOL Fehérvár. Na még egyszer. Ugye lesről szó nincsen, tökéletes ütemű az indítás. De hát Nikolic kéri el, Nikolicnak egy picit hosszú a labda, Kodrónak azonban még jó lehet, és Kodró meg is szerzi a vezetést. Itt lehet majd látni, jó a labdaszerzés, egyértelmű, hogy nincs les. Most a beadás, ketten is ott vannak, Tóth, és gól! 2-2, és a lövés után a labda mögül érkezik, az más kérdés, ugye elsőre nem... Leveszi Ferenci mellett, begurítja laposan, 2-0! Kodró kinéz az asszisztensre is, hogy volt eles, az asszisztens nem jelzi. Megint csak mondom, ez nem egy vonal, de arról lenne ez. Zsúly labdája Kodró felé, Kodró viszonylag tisztán, Dárdai lövi el, szép gól. Vezet a Fehérvár. Egy tökéletes támadás után a 25. percben 1-0 a hazai csapatnak, Dárdai Palkó góljával. A csapattagok közül, és ez így lesz jó, Zsúly! Kodró fantasztikus formában. Itt Zsúly. Zsúly. Ott lehet még. És be is csúszik Nikolic lövése. 1-1. Nikolic talál be. Kodró okosan hátrafelé fejeli. Bizony. Négó középen hárman. Négó. Nem jó
beadás, de így még helyzet, és ott az egyenlítés is. Ki más, mint Kodró az, aki kiegyenlít. Nagyon durván a paksi védők mögé kerülni, de lehet, hogy harmadik alkalommal Négó.